A Földön van pár olyan város, ahol minden egyes lélegzetünkkel történelmi korokat szippantunk magunkba. Bármerre nézünk, évszázadok néznek vissza ránk. A történelem lenyomata, de nem konzerválva, élőként a jelenbe kapaszkodva. Ezúttal egy ilyen városba látogattunk, Egerbe. Továbbra is a legszebb települést keressük, a kérdés pedig az, hogy ezúttal jó helyen járunk-e. Több mint 1000 éves város. Azt szoktuk mondani, hogy az értékek városa. Az értékeink közül leginkább a történelmi értékeket említem, hiszen Eger a magyar hősiesség, a hazafiság, a hazaszeretet városa, szimbolikus jelentőségű település. Ezekre a hagyományokra építjük a mai várospolitikát. Ez azt jelenti, hogy egy tudatos márkaépítésen dolgozunk. Eger 1552 a márkanév központi gondolata, hiszen az idén 460. évfordulóját ünnepeljük a dicsőséges várvédelemnek. Azt szeretnénk, hogyha a városban, a térségben működő cégek olyan termékekkel várnák az ide látogatót, amelyeket aztán itt megkóstolva, elfogyasztva magukkal visznek és visszatérnek ebbe a városba. Az ide látogatóknak és az itt élőknek egy valami miatt nem kell aggódniuk, unatkozni nem fognak. A polgármestertől megtudtuk, a város nem csupán egy nagyra nőtt díszlet. Eger természetesen a kulturális értékek városa is, egy nagyon színes kulturális életű város. Büszkeségünk az, hogy például itt működik a Kepes Intézet, a Modern Művészetek Központja, de számos nagyszerű múzeumot találunk itt. A Dobó István Vármúzeum a vidéki Magyarország leglátogatottabb emlékhelye. Örülünk annak, hogy az idéntől a Kaláka Fesztiválnak is Eger ad otthont, és számos folklór, népművészeti eseménynek is otthont adunk. Természetes, hogy Eger, mint a történelmi borvidék központja, egy sor borgasztronómiai rendezvényt is szervez. Hagyománya van az egri bikavér ünnepnek, illetve néhány éve az egri borászokkal közösen dolgozunk azon, hogy az egri csillagnévre hallgató fehérbor küvé is hasonló népszerűséget kapjon, érjen el a piacon, mint a házasított vörösborok. De a rozéborainkra is természetesen büszkék vagyunk. Eger azonban korán sem csupán a történelméből él. Úgy gondolom, hogy az élhetőséget segítik a munkahelyteremtő törekvéseink is, hiszen fontosnak tartjuk azt, hogy itt Észak-Magyarország földrajzi középpontjában a fiatalok munkát találhassanak. Azt mondhatom, hogy ez a várospolitikai törekvések középpontjában áll, hiszen szép dolog a hagyományápolás, de nekünk azért a jövőbe is kell tekintenünk. De mielőtt a város jelenére figyelnénk kicsit, tekintsünk bele a történelemkönyvbe, amelybe igen vastagon beleírták Eger nevét, és nem csak a Margóra. Ennek a városnak tényleg nagyon hosszú a története, amire mi nagyon is büszkék vagyunk.
mert Szent István király alapította az egri püspökséget valamikor 1001 és 1009 között. 1009-ben már biztosan létezett a püspökség, erre van egy írásbeli dokumentum, az egy kicsit később keletkezett ugyan, de visszautaláson ebben az oklevélben arra, hogy 1009-ben már létezett, de valószínű, hogy már korábban alapította a király. Mint püspöki székhely természetesen a történelem egész folyamán fontos szerepet játszott a város történetében. Azt azért tudni kell, hogy a középkorban nem itt volt a belváros, ahol most tartózkodunk, hanem a vár területén voltak a püspökség és a káptalan épületei, maga a székesegyház is ott helyezkedett el a vár területén, a püspöki palota is ott volt. A vár kezdetben nem hadi feladatokat látott el, azonban a török fenyegetésével Eger népe felvette a kesztyűt, és az, mint tudjuk, nem selyemből volt, hanem sodronyból. Talán 1552-es ostrom az, amelyik nyomot hagyott az emberekbe az egri várból. Bármint tudjuk, ez egy püspöki központ és egy 1000 éves építménynek a része, de mindig az egri püspöknek a vára volt, de azok, akik a várat irányították hadászati szempontból, vagy éppen fejlesztették, azok természetesen kiváló szakemberek voltak. Maradjunk itt most Dobó Istvánnál, aki 1548-ba kerül Egerbe, aki, mint tudjuk, kiváló katona, kiváló hadvezér és kiváló gazda is a vár esetében. Tudta, hogy mire kell fölkészülni, ismerte a töröknek a haderejét, ismerte a török gyengeségeit, erősségét, és ismerte az egri várnak a hadi felszereltségét. Hát soha nem volt ellátva a tisztességgel, ezt tudjuk azt, hogy ő utána sem volt. Az ódonfalak noha nem beszélnek, minden magyar ember szíve nagyot dobban, amikor belép a kapukon. Mindössze 2000 ember védte ezt az egri várat, ezt a 10 hektáros területet, amelyből közel 800 volt képzett katona. A többi környékbeli jobbágyember, mesterember és az itteni lakosok, akik valóban a várat és az értékeiket és az életüket védték. A török csapat pedig többszörös hullámba támadott a vár ellen, és ezt a hullámot mindig ki tudták védeni. És itt a várban helyezték örök nyugalomra Gárdonyi Gézát, aki az egri csillagokkal minden gyerek számára kézzelfoghatóvá tette a várvédők történetét. Egert bár lényegesen meghatározta a törökkel való kapcsolat, a későbbi századokban már a hadászati építkezést egészen más irányvonal váltotta fel. A 18. század elejétől kezdve a város egy olyan fénykorát élte, amely hát szintén egyedülálló a város történetében. A Rákóczi szabadságharcot leszámítva a század elején itt nem történt semmilyen hadicselekmény. Tulajdonképpen a Rákóczi szabadságharcban sem, hiszen Rákóczi békésen jutott hozzá Egerhez.
Tehát egy olyan békés évszázad volt, amikor csak az építkezésre, a fejlesztésre lehetett koncentrálni. És ehhez hozzájárult az, hogy Egernek volt 4 olyan kiváló püspöke, akik nem sajnálták erre sem a pénzt, sem a fáradtságot, meg volt hozzá a tudásuk is, meg voltak az ismereteik, és ennek a 4 püspöknek a nevét azért érdemes megemlíteni. Telekesi István, Erdődi Gábor, Barkóczi Ferenc és Eszterházy Károly. Az ő tevékenységük révén alakult ki a mai barokk Eger. Ehhez az aranykorhoz köthető többek között Eger barokk gyöngyszeme a főiskola épülete, amelynek tetején található a Camera Obscura, ami nem csak Magyarországon, hanem az egész világon ritkaságnak számít. Optikai segítségével a barokk Eger és környéke vetíthető ki a besötétített terem közepén lévő asztalra. Azt ugyan mondanom sem kell, hogy Egerben minden gyerek egy kicsit Bornemissza Gergely és Dobó István. A várat pedig ugyanolyan hősiességgel védik, mint elődeik, még akkor is, ha történetesen a falakat víz veszi körül, és ez nem véletlen. Egerben több ezer éves fürdőkultúra van. Itt, ahol most állunk, itt tradicionálisan, hagyományosan fürdő volt. A mögöttünk lévő medence a terület első épített medence, 1936-ban épült. Azt lehet még róla tudni, és az a specialitása, hogy egy úgynevezett töltőhűtő rendszerű medence, ami azt jelenti, hogy folyamatosan a forrás táplálja, és az elfolyó vizet pedig közvetlenül engedjük el. Egy kezeletlen vízről van szó, egy kicsit enyhén radonos összetételű, de határozottan gyógyvízről. Ennek is köszönhető, és a mellettünk lévő, balra-hátra mellettünk lévő törökfürdőnek is köszönhető, hogy Eger már a 30-as években megkapta a gyógyfürdő titulust, ami az országban az első volt. Azok, akik pihentetőbb kikapcsolódásra vágynak, megtalálják számításaikat az országban egyedülálló török fürdőben. Persze az aktívabb embereknek sem kell felkerekedniük és más városba látogatniuk. Jelen pillanatban 7 medencével rendelkezünk, ebből a 7-ből 4 gyógyvizet tartalmaz, úgy gondolom ez sem elhanyagolható. A másik 3 az élmény jellegű, illetve versenymedence. Nagyon erősen dolgozunk egy fejlesztésen, ami az idén hamarosan el fog indulni, és ennek következtében további medencékkel bővülünk, vízfelülettel bővülünk. Jelen pillanatban nagyságrendileg 5000 négyzetméter vízfelülettel rendelkezik az Egri fürdő, aminek a sajátossága egyrészt abból fakad, hogy Egri, tehát Egerben van, másrészt attól, hogy a városban található. Ez nem egy városszéli élmény elemekre épülő, elsősorban élmény elemekre épülő fürdő, ez egy parkfürdő. Ebben különleges növényzet van, különleges környezet van, különleges hangulat van. Az egriek és környékbeliek mellett messzebbről érkezők is szívesen látogatnak el a fürdőbe. Így nem ritka a felvidéki lengyel és cseh vendég sem. És hogy mennyire gondolja komolyan a város a múlt és jövő összekapcsolását? Tökéletes példa erre ez az öreg, egykor omladozó ház, amelyik mára a több száz éves hagyományokra visszatekintő egri harangöntőknek állít emléket, akik pedig a harangok hangja helyett édesebb élményekre vágynak, a Kopcsik marcipániában megtapasztalhatják, hogyha valaki akarja, cukorból akár egy egész szobát is fel lehet építeni, a padlótól a plafonig, és ez most nem volt túlzás. A múlt értékeit a jelen történéseivel próbáljuk újjávarázsolni. Tehát én úgy érzem, hogy megőrizve a múlt emlékeit, felújítva, mai tartalommal megtöltve
mindenképpen hozzájárulunk a város vonzerejének növeléséhez. Nyilvánvaló, önmagában egy kő, egy látvány azért nem sokat jelent, ha ezt nem tudjuk megfelelő tartalommal megtölteni. Én azt hiszem, hogy a főiskola, tehát azok a kulturális intézmények, oktatási központok, múzeumok, az egyházi múzeum, az érsekség egy olyan vonzerőt jelent a környékben lakóknak és messzebb lakóknak is, hogy szívesen választják Egert lakhelyül, munkahelyül, és szívesen tesznek utána a városért. Természetesen, ha Egerről beszélünk, egy valamiről biztosan nem feledkezhetünk el, ez pedig a már korábban említett bor. Egernek is van vigalmi negyede, de korántsem kell negatív dologra gondolni. A borvidék leghíresebb helye, a Szépasszonyvölgy pince sorával évtizedek óta feletteti a bút, varázsol mosolyt az arcokra és hozza közelebb egymáshoz az embereket. A családunk törzsgyökeres egri család, már a dédnagyapám is szőlő és bor termesztéssel, méréssel foglalkozott. Az üknagyapám vágta az első boros pincét a Szépasszonyvölgyben, és ezt adta át a gyermekeinek, és később a dédnagyapám volt a Szépasszonyvölgy legnagyobb bormérője. A családunk tehát nagyon régóta, generációkra visszamenőleg foglalkozott ezzel a dologgal. Itt az egri borvidéken nagyon népszerű, és korábban szinte minden családnak volt egy kis szőlője és egy kis boros pincéje. Nagyon szeretjük a természetet is, illetve a borok is. Minden évben picit másfajta a szőlő, az évjáratnak köszönhetően mindig egy kihívás és újdonság bort készíteni. Az egriek roppant vendégszeretőek, így aki történetesen megszomjazik egy pohár borra, biztosan nem kell arra számítania, hogy rácsapják a pince ajtót. Nem érezzük azt, hogy ez abszolút egy gazdasági tevékenység lenne, sokkal inkább szól arról, hogy megpróbálunk a természetből minél jobb minőségű bort készíteni, illetve magyar családoknak biztosítunk olyan pihenést, kikapcsolódást, olyan élményt itt az egri borvidék szívében, amelyre elég kevés helyen van lehetősége Magyarországon. A bor Egerben nem csupán kulináris élmény, minden cseppjével a turizmushoz és a kultúrához kapcsolódik. Nagyon meghatározó, és egyre fejlődni látszik, tehát egyre többen jönnek borturisták Egerben, egyre nagyobb kiszolgálást kapnak, egyre érdekesebb borászatok vannak, nagyon jó borászatok vannak, egyre nagyobb színvonalon működnek, tehát itt, ahogy nálunk is már két kóstolóterem is került kialakításra, és próbálunk minél jobban megfelelni a vendégeknek különböző programokkal, tehát nem csak pincét látnak nálunk, hanem eleve a hely, az a régi kőfejtő is egy érdekes adottság. Nagyon jó beszélgetésekre pesdít a bor, nagyon jó gondolatai támadnak az embernek a bortól, és hát ahogy mondtam is, a koncertekkel összehozzuk, és a kedve támad az embereknek a koncertezéshez, mint ahogy a koncerttől kedve támad az embernek a borozgatáshoz, és hát egy nagyon jó élvezeti cikk. És hogy milyen a történelmi díszletek között élni, arról valószínűleg az itt lakók tudnak a leghitelesebben beszámolni. Én születésem óta itt élek, én csak nem itt születtem, és hát én nagyon szeretem. Főleg nyilván mióta mondjuk az embernek így kinyílik a csipája, vagy nem tudom, biztos gyerekkorunkban is jó volt, arra nem annyira emlékszem, nagyon jó volt. Közel a várhoz laktunk, gyakorlatilag a várnak a régi falain belül, tehát nagyon kalandos volt, meg ágyúgójókat találtunk a pincébe, amikor bővítették apukámék a pincét, meg ilyenek, tehát ez azért egy kalandos dolog volt, ebbe egy belegondolni, hogy pontosan hol is vagyunk, és hogy mondjuk a mi pincénk alatt még volt három szintnyi pince feltáratlanul, hogy ez milyen lehet, és akkor azon gondolkodni, hogy de jó lenne lefúrni. Szóval ez a történelmi jelenlét a városban, én nekem ez azért egy pluszta, tehát ez, az ember nem olyan falak között sétál, amik nem láttak még semmit. Nekem ez számít, ez olyan, mint hogy jobban szeretek olyan könyvet olvasni, ami már egy kicsit ütött, kopott, meg már barna alapja, mert én nekem olyan érzésem, mintha ez már egy csomó mindenen átment volna, és egy csomó embernek már örömet okozott, meg elgondolkodtatott, és hogy nekem számít ez, hogy nem egy ilyen épített új környezet. Flóra, bár munkájából fakadóan többször hagyja el a várost, a szíve mindig visszahúzza.
Elmondása szerint Egerrel egyetlen más település sem versenyezhet. Én amit nagyon szeretek az az, hogy ami amúgy a hátránya is nyilván, de ez mindig így van, hogy családias, tehát ez a mindenki mindenkit ismer dolog. Hát nyilván ez jó is, meg rossz is. A jó része mondjuk az, hogyha leülök ide a törzshelyemre, akkor tudják, hogy mit kérek. És ez ilyen biztos ilyen kisvárosias dolog, de én ezt szeretem. Akkor szerintem az nagyon jó, hogy egy időben, hát, sőt egész gyerekkoromban, meg még utána is rengeteget kirándultunk, ugye közel van a Bükk. Például én nagyon sokáig lovagoltam, ez egy paradicsom azoknak, akik mondjuk lovagolnak, vagy túráznak, vagy bicikliznek. Tényleg az, hogy van strand, vannak történelmi emlékek, egyre több program van, koncertek, meg minden. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyszerűen azt szeretem benne, hogy ez egy elég széles spektrumban lehet megtalálni a programokat, hogyha az ember így ki akar kapcsolódni, vagy egyáltalán bármit akar csinálni. Vannak persze olyan lakói is a városnak, akik nem olyan hosszú ideje koptatják a kockaköveket, vagy esetükben az uszada csempéit. Én 5 évvel ezelőtt érkeztem ide, Moszkvából. Ott játszottam előtte, és onnan egyenesen ide jöttem meg Egerbe. Szinte Budapesten csak pár hónapot töltöttem kettő között. És ez alatt az 5 év alatt nagyon jól érzem magam, nagyon kis kedves, szeretetre méltó város. Nagyon kedvesek az emberek, szeretik azt, amit csinálunk, a vízilabdát, és nagyon nagy szeretettel vannak felénk, mind a mérkőzéseken, és mind a hétköznapi életben, hogyha felismernek minket itt a városban. Már nagyon jó volt, hogy azután a nyüzsgős, kicsit ilyen egymáson áttaposós, töltetős hely után egy ilyen nyugodt környezetbe kerültem, ahol igazából még az autóban sem tudom fölstresszelni magamat, már csak azért sem, mert sokat nem kell benne ülnöm, mert nagyon gyorsan leérek az uszodához, de ettől függetlenül is egy nyugodt, kellemes hétköznapokat lehet itt eltölteni. És hogy mennyire ejtrabul valakit Eger? Épp beszélgettünk a feleségemmel erről. Decemberre várjuk a ikreket. Ikrekkel terhes a feleségem 2 kislányjal, és mi nagyon ideálisnak tartanánk ezt a helyet arra, hogy itt neveljük fel őket. Egy bizonyos korig mindenképpen. Rengeteget adott ez a város, úgy érzem, mindkettőnknek. Rengeteg olyan élményt, amit igazából nem fogunk soha elfelejteni. A hősies várvédőiről és a messzeföldön nevezetes boráról híres Eger most búcsúzik. Az persze egyelőre még kérdéses, hogy a település végül elnyeri a legszebb címet. Hogy mindez kiderüljön, tartsanak velünk legközelebb is. A műsor támogatta az Eger Park Hotel. Élmény hegyen, völgyben, víz közelben. A műsor támogatta az Imola udvarház, borétterem és apartman. Támogatunk a Magyar Piac Szövetkezet Ligettéri piaca.